Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 1-e az egy portál nap. Ezen a napon este 11 órakor tartok egy szertartást, amin részt vehetsz. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, ezt most elmagyarázom ezen a felvételen. Egy portálnap azt jelenti, hogy van kapcsolat a plejádokkal. Ez egy finom energiamező. Ennek van mindig gyógyító hatása. Azon kívül kinyílik itt egy kapu, és ez jelenti a spirituális területet. Hogy még miről van konkrétan szó, ezt elmagyarázom most, mégpedig ez az információ a naptárból van. Ez lehetne tulajdonképpen az ősi kínai naptár is, de én a maják naptárjával dolgozom, ez is egy forrás, ez is utal arra, hogy melyik napon milyen hatás alatt állunk. Ha érdekel a maja naptár, akkor felkereshetsz a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, és ott minden nap beszámolok arra, hogy melyik nap, melyik hullámban vagyunk, milyen hatás van, mit jelent ez számunkra. Ebben a naptárban vannak rezgések vagy hullámok. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Jelenleg a 13. hullámban vagyunk, ami 13 napig tart, itt látható ez a szám. Az egész hullám felett kábán uralkodik. Itt van a kábán szimbóluma, ami jelenti a mi földünket, ennek a gyógyító erejét, a manifestációt, azon kívül az anyagi dolgokat, a reális dolgokat. Ezen a napon, ezen a portál napon, tehát szeptember 1-én a 10. napban vagyunk ebben a 13. hullámban. A maják azt így rajzolták, ez a vonal 5-öt jelent, és a 2-szer jelenik meg, akkor ez jelenti a 10-es számot. A 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életünkben. Itt megjelenik a manifestáció, ugyanúgy, mint a kapán energiájánál is. Tehát, ha most van egy elképzelés, van egy álom, akkor megvan arra a lehetőség, hogy ez az álom megvalósuljon. Pontosan erről van szó, ezen a szertartáson is. Ehhez jön a napi energia, és ez Kimi. Kimi az egy hidat jelent, a hidat a föld és az égi hatalom között. A hidat a férfi és a nő között. A hidat az éjszaka és a nap között. Itt kapcsolatokról van szó. Ez lehet egy spirituális terület, amikor szeretnénk kialakítani egy kapcsolatot az égi hatalommal, vagy lehet egy párkapcsolat is, hogy szeretnéd, ha lenne ez a híd kettőtök között, ha meg lenne ez a kapcsolat. Erről is szó van ennél a szertartásnál, hogy ő jelentkezzen, hogy legyen újra kapcsolat, legyen egy új kezdet, egy új periódus. És itt látható ez a szimbólum olyan, mint egy kulcsluk. Most átnézünk ezen a kulcslukon, és megnézzük azt, hogy mi indul most ebben az új periódusban. Vagy mi az energia,
itt kimiről van szó, tehát erről a hídról, vagy hidat kell építeni valami között. Gyakran itt párkapcsolatról van szó, hogy meglegyen a kapcsolat közted és közted. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.